A műsor dekorációját a Borvirágszalon készítette. Egy saját nappaliában koncertező rockzenésszel, két nyugdíjas alkotó közös kiállításával és a Tekósok modernizált ember tragédiája átiratával várjuk kedves nézőinket ma este. Köszöntöm Önöket, ez a Kultúrkép, a Halas Televízió kulturális magazinja. Bár a kialakult vírushelyzet miatt semmilyen program vagy csoportos rendezvény nem kerülhet megrendezésre, mi igyekszünk az elkövetkező időszakban is változatos műsorokkal jelentkezni. Tartsanak velünk, már is jönnek a mai érdekességek. A zenészek, énekesek számára az önkéntes házi karantén is eseménydúsan telik. Hegyesi Bandi, a Dzsipó Cirkusz zenekar halasi frontembere második hete tölti mindennapjait koncertezés és fellépések nélkül. Interneten keresztül adott interjút nekünk, sőt egy rögtönzött lakáskoncerttel is meglepte a Kultúrkép magazin nézőit. Ilyen az, amikor a Dzsipó Cirkusz zenekar tagjai önfeledten buliznak egy kerti partin. És így telnek mostanában a zenekar halasi énekesének, Hegyesi Bandinak a mindennapjai. A vírus helyzet miatt ő is önkéntes házi karanténban van családtagjaival. A zenekar munkája az félbeszakadt, talán úgy még, mint eddig még soha. De azért készülnek a dalok, tehát nyilván ez a kényszerpihenő nagyon sok mindenre jó, például arra, hogy az idénre tervezett nagy lemezünket, ami így is úgyis mindenképpen meg fog jelenni, hogy azon dolgozzunk. A nehezebb része az, hogy nyilván személyesen nem tudunk összejárni, próbálni. Egyelőre a stúdiókat sem szeretnénk látogatni, úgyhogy még a teremtésnek a ideje van per pillanat. A másik az, hogy én is családos ember vagyok, és hát nyilván mindannyian be vagyunk zárva négy fal közé, úgyhogy ez ilyen napi szinten nagyon sokat kivesz az emberből. Személy szerint mi már két hete itthon ülünk. A mindennapi otthoni teendők mellett természetesen zenélésre is bőven marad idő. Több illúzió, amit szerettem volna, én képzeltem oda, kis csoport. Vannak zenekarok, ahol videócset segítségével próbálnak a tagok. Bandi azt mondja, náluk erre nincs szükség. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának gőzerővel. Technikailag lehet, hogy meg lehetne ezt oldani, de például van egy próbatermünk, ahol az összes hangszerünk ott van. Ez egy hangszer nagykereskedésnek a pincébe van, és ez a nagykereskedés most például bezárt egy héttel ezelőtt, tehát fizikailag sem jutunk hozzá a hangszerekhez, tehát inkább a dobosunk nem jut hozzá a dobhoz például, meg ilyesmi, de nem is próbálkoztunk ilyennel, sokat dolgozunk itthon. Tehát hogy a zenekarnak ez mindig is egy ilyen módszere volt, hogy inkább itthon fejlesztjük magunkat, összejövünk próbálni, felvesszük a dalt, felvesszük a dalokat, és aztán meg ilyen napon azt hallgatjuk, és a következő próbára, ami mondjuk lehet, hogy 3 hét vagy 1 hónap múlva van, arra már kész gondolataink vannak, és akkor azt tudjuk össze. Szóval, hogy igazából nem feltétlenül szükséges hetente próbálunk ahhoz, hogy tudjunk dolgokat termelni. Arra is kíváncsiak voltunk, Bandi hogyan látja a kialakult vírus helyzetet. Az ország fele leállt, és úgy néz ki, hogy a bolygónak a nagy része is le fog állni, gazdaságilag is, iparilag is, mindenféle szempontból. Ez egyrészt rossz, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni, és a bizonytalansága soha nem jó. Másrészt viszont egy jó újrakezdésnek egy jó lehetőség. Nagyon aggódok az emberek, illetve a családomért, a szüleimért, a betegség miatt, de én úgy érzem, hogy ezen is túl leszünk. Az ember az kemény.
Soha nem volt még szüksége bolygónknak olyan szinten védelemre és megújulásra, mint napjainkban. Ezt ismerték fel a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium diákjai és pedagógusai. Közösen megalkották az Ember tragédiája című klasszikus mű modern, napjainkban játszódó változatát, célkitűzéseikről és az előadás megszületéséről kérdeztük az alkotókat. Mi bajod van, Lucifer? Miért gúnyolódsz folyton? Nem gúnyolódom, csak tisztelettel megjegyezném. Eltelt több ezer év, és még mindig itt tartunk, bízva a bízzel. Miben bízhatnának a teremtményeid? Madács Imre az Ember tragédiája című művének modernizált változatát láthatta a közönség néhány hete a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium diákjainak előadásában. A szöveget Kun Hajnalka tanárnő álmodta meg, az ő elképzelése volt az új, eddig nem ismert történetelem. Az Ember tragédiája egy olyan irodalmi alkotás, ami az emberiség történelmét látomásszerűen próbálja bemutatni, és kitér arra, hogy milyen problémák, milyen buktatók fordulhatnak elő, amik az emberiség sorsát negatívan befolyásolják. És mivel nagyon aktuális most a fogyasztói társadalomban a környezetszegyezés, a túlfogyasztás, ezért gondoltam, hogy kibővítjük a Madács Imre által megírt eredeti keretszíneket egy 21. századi keretszínnel, ahol arra ébred ugye Ádám és Éva, hogy a fogyasztói társadalom az széttördeli az életüket, és gyakorlatilag az emberi kapcsolataik azok megszakadnak, leépülnek, és erre akartam felhívni a figyelmet. Ezeket átírtam, egy hét alatt betanultuk, úgyhogy nagyon nagy köszönet a diákoknak, akik egy hét alatt vállalták, hogy felkészülnek erre az egészre, és hatalmas lelkesedéssel, minden erőbedobással megpróbálták ugye, maximálisan teljesíteni ezt a felkérést, ezt a feladatot. Ugyan! Én csak azt szeretném, hogy vidám és boldog légy, hiszen olyan kevés kell az igazi boldogsághoz. Egy-két új ruha, néhány nap pihenés, sütike csokika. Itt ez a kis bankkártya. A darab negatív főszereplőjét, Lucifert, Nagy Péter formálta meg, nem csak a karakter megnyilvánulásaira, hanem megjelenésére is komolyan odafigyelt. Lucifer jelmezéhez csak annyi ötletem volt, hogy egy igazi olyan kapitalista Lucifert szerettem volna alkotni, aki ez a tipikus beöltözve, zakóba, megjelenésre is. Az igazi kapitalizmus szerettem volna vele megjeleníteni, ebből a szempontból, hogy zakó, ing, illetve a nyakkendő. A sminket pedig itt megjelent Lindának, köszönöm szépen, ő volt az, aki a hát az én ötleteimmel, illetve az ő ötleteivel együtt leültünk, és mennyi is volt? Majdnem hát egy másfél óra közötti időtartamok alatt kitaláltuk, illetve összehoztuk azt a sminket, ami végül a színpadon is rám került. Ő segített rádöbbennem arra, hogy mindig is hiányzott valami az életemből. Igen? És ezek lennének itt azok? Nem. Ez a kis plasztik. Az örök boldogság ígéretével. Évát alakítottam ebben a darabban. Egy hozzám egy kicsit távolálló karakter, de megpróbáltam a legjobbat kihozni belőle, mert ugye próbáltam hozni ezt a bizonyos plázatisztát, akinek minden a bankkártya, és hogy a haszontalan dolgokat is felvásárolja, de a visszajelzések alapján sikerült. Hát a próbák azok nagyon kellemesen, viccesen teltek el, a szünetekben nevetgéltünk, viccelődtünk, talán a legjobban a Petivel nevetgéltem, meg ugye a próbám magára öntöttek például az energiaitalt, amikor én véletlenül, ahogy ledobtam a zsákokat, rázódott. Az például nagyon viccesen telt el, de a többiekkel is nagyon kijöttem. Szerintem ez egy, hát mivel összeszokott osztály vagyunk, ezért tudtunk ennyire lendülékenyen dolgozni. Erre a kérdésre csak nagy elődötök szavaival válaszolhatok. Nem az idő halad, mi változunk. Egy évszázad, egy nap, mindig egyre megy. A szereplők azt mondják, ettől aktuálisabb témával nem is tudtak volna most közönség elé állni, hisz bolygónk védelme még soha nem volt ennyire fontos, mint napjainkban. Bolygónkat, azt, amit majd egyszer továbbadunk a következő generációknak, még élhetőnek meg tudjuk tartani. Mi felelünk azért, hogy az unokáink, akár az unokáink, még
éhessenek egy olyan bolygón, amin mi is tettük. Két nyugdíjas alkotó, egy közös kiállítás. Fekete Zsuzsanna és Maróti Dezső munkásságával ismerkedhetett meg a halasi érdeklődők tábora egy több művészeti ágat is felvonultató kulturális esten. A népies versek és a távoli országokban készült fotók is komoly szerepet kaptak a Két világ, két barát elnevezésű program során. Ide figyelj, kis Maró! Így szólított a csupafő pásztor fiút a néhai öreg kötönyi betyár, a Mészáros Józsi bácsi. A pásztor tudomány látszatra legegyszerűbb tudományok közé tartozik, de aki abból élni, családot nevelni akar, annak bizony alaposan fel kell készülni. Két világ, két barát. Ez volt a címe annak a kulturális estnek, melynek még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt adott otthont a Martonosi Pál Városi Könyvtár. A program egyik főszereplője Maróti Dezső volt, aki Betyár Becsület című új kötetét mutatta be a hallgatóságnak. Mint kiderült, a könyvben szereplő legrégebbi szerzemény hosszú évtizedekkel ezelőtt íródott. 1961-62-ben még Budapesten írtam, mikor megtudtam, hogy ez az én kedvenc jó Józsi bácsim, aki tulajdonképpen a kötönyi betyár, aki a mű alanyát képezi, meghalt. És akkor annyira bántott, hogy neki fogtam, írogattam, és egy vers lett belőle. Akkor félretettem, most 50 év után elővettem, és hát odaadtam egy irodalmárnak, hogy hát tekintse át, hogy ez megjelenthető-e, vagy pedig hagyjam a csodába. Azt mondta, hogy igenis, meg kell, hogy jelenjen. Néha írtam egy-egy verset, azt félretettem, betettem, és 12 évvel ezelőtt akkor, körülbelül akkor kezdtem el úgy igazán írni újra. Az állatok létfenntartása folyamatos gondoskodást igényel. A jó pásztor felismeri az állatok nyavajáit, félig állatorvos oktatta a fiút. A versek mellett a fényképeknek is nagy szerep jutott az est során. Fekete Zsuzsanna nyugdíjasként kezdett utazgatni, ahol pedig érdekességgel találkozott, mindig készített néhány fotót. Ezekből válogatott most egy csokorra varót első tárlatához. 2 év óta fotózom, és szeretnék egy hölgyet megemlíteni a fotózásommal kapcsolatban, Nagyel Évát. Ő a Bács-Kiskun megyei Írók-Költők Szövetségének volt a titkára, és a Toll és Ecset Alapítványnak volt az alapító elnöke. És az ő neki az indítatására, mert mindig mondtam neki, mert én is tag vagyok ottan, hogy én nagyon szeretek fotózni, csak nem igazán merek. És ő adott el löketet nekem arra, hogy igenis merjek, és tanuljak, mert tanulni sosem késő, és tartottam magam ehhez. Én egy meghívásnak tettem eleget 2019. februárjában, és elutaztam Pakisztánba, Pancsep tartományba, Lahorba, és akkor hát ezek a fotók jobbára ott készültek. Egyetlen egy fotó készült Abu Dhabiba. Mert ott is volt, na ott voltam 2018-ban Abu Dhabiba, ott készült egy fotó, a többi az mind Pakisztánban készült. Spontán fotózgattam én, és akkor utána, meg hát azért kíváncsi voltam az életükre, kíváncsi voltam, például van ott egy fotóm, ahol elég előkelő családnál voltam vendégségben, meg viszont voltam olyanoknál, akik viszont nagyon szegények voltak, ott is ott lesz egy fotó, ahol a hölgy földön van letéve egy ilyen főző eszköz, és akkor azon sütja a kenyeret, meg minden. És akkor én ezekre kíváncsi voltam. Sőt, egy iskolába is meghívtak, nagyon örültem neki. Hány kép készült nagyjából eddig, mekkora a repertoár? Amik így összesen készültek, hát körülbelül egy 1000 darab biztos. Mert Pakisztánba készült csak olyan 300 körüli. Meg hát itthon, meg akkor ugye voltam Dubajba, Abu Dhabiba, akkor voltam Dubajba egy divat bemutatón, ott is fotóztam, de azokat nem hoztam el, mert én szerintem nem annyira jól sikerült fotók, és akkor ezeket is egy szakemberrel nézettem át, hogy ami tényleg megüti a mércét, csak azokat rakjuk ki. Az azóta kialakult helyzet miatt sajnos a könyvtár is zárva tart még egy darabig, de amint újra kinyitnak, Fekete Zsuzsanna képeit bárki megnézheti majd.
Sokan töltik most önkéntes házi karanténban mindennapjaikat a kialakult vírushelyzet miatt. Bizonyára napról napra egyre nehezebb lehet úgy kitalálni a programokat, hogy közben ne kelljen elhagyni a házat. Ebben szeretnénk most segíteni néhány praktikus ötlettel. Az interneten egyre több kulturális tartalmat jelentetnek meg, hogy jobban teljen az otthonokban töltött idő. Koncerteket, színházi közvetítéseket lehet nézni, de elindult a Maradj Otthon Fesztivál is ismert előadókkal. A koronavírus veszély miatt a zene és táncoktatás is felköltözött az internetre. A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolában sok növendék hangverseny lett volna a tavasz folyamán, de ezek elmaradnak. Viszont megkezdődtek az online zeneórák, a tanárok felvették a kapcsolatot a növendékekkel és távoktatás keretében próbálnak haladni az anyaggal. Az intézmény közösségi oldalán pedig több korábbi koncertfelvételt lehet visszanézni. A koronavírus veszély miatt nem lehet látogatni az egyházi eseményeket, miséket, istentiszteleteket sem. Noha nem nyilvánosak a szertartások, megtartják őket, és a legtöbb helyen már megoldották az online közvetítéseket, de a televíziókban, rádiókban is kiemelt hangsúlyt helyeznek az egyházi tartalmakra. A Halas televízióban vasárnap délelőttönként katolikus szentmisét és református istentiszteletet vetítünk. Bár jól indult Halason a tavaszi színházi évad, a kialakult koronavírus járvány veszély miatt a színház kedvelőknek is nélkülözniük kell egy ideig az élő előadásokat. Február végén a Szibil című zenés darabot mutatták be, március 13-án pedig a Butaságom története című előadást láthatták a színház kedvelők. A harmadik előadás április 21-ére volt tervezve, ám most már biztos, hogy ezen a napon elmarad a Csak kilakik itt című darab bemutatója. Az előadást egy későbbi időpontban láthatják majd a bérletesek. A színházi előadásokat szervező Halasi Média és Kultúra Kft. A színházlátogatók megértését kéri. Az új időpontról mindenkit időben tájékoztatni fogunk. Ma esti stúdió vendégeimmel a néptáncolásról és annak egy igen rendhagyó módjáról fogunk majd beszélgetni. Itt van a stúdióban Mándit László és Ábrahám Bence. Szeretettel köszöntelek benneteket. Szia, köszöntöm a nézőket is. Most ugye azt tudjuk, hogy már ti sem tudtok próbálni ugye a kialakult vírushelyzet miatt, viszont az év az eléggé mozgalmasan indult, akkor még minden rendben zajlott, tudtatok próbálni, sőt egy komoly fellépéssel indítottátok az évet. Milyen volt 2020 eleje? Nagyon mozgalmas, ahogy mondtad is, ugyanis a megszokott gálaműsorunkat, ami decemberben szokott megtörténni, azt most áttettük január elejére. Január elején tartottuk a gálaműsort, abból a megfontolásból, hogy a december az nagyon zsúfolt szokott lenni programok szempontjából itt a városban, ezért tettük át ezt a nagyszabású gálaműsort január elejére, és működött a dolog, mert tényleg szabadabban, felszabadultabban több időnk volt a készülésre is, és az emberek is jobban ráértek, hogy el tudjanak jönni, és meg tudjanak nézni bennünket. Ez mit jelent, hogy akár mondjuk még a két ünnep között is próbáltatok, hiszen ha januárban volt az előadás, akkor gondolom, hogy nem sürgetett annyira az idő, és decemberben többet tudtatok gyakorolni. Ettől függetlenül azért pihentünk is a két ünnep között, ugyanúgy volt pihenés, de mint általában mindig azért a gálaműsor anyaga december elejére össze szokott állni, úgyhogy a téli szünet után csak egy ismétlés és egy visszarázódás után tudtunk menni a fellépésre. Hogyan állítjátok össze az ilyen nagyobb fellépések repertoáriát? Vannak olyan fix műsorszámok, amik mindig benne vannak, vagy próbáltok folyamatosan megújulni? Hát ugye a táncegyüttessel folyamatosan dolgozunk, és különböző koreográfiák vannak a repertoárunkon, amiket szoktunk táncolni, azokból szokott kiválasztódni azok a táncok, amiket a műsorainkon szoktunk táncolni. Mindig próbálunk azért újabb és újabb koreográfiákkal kedveskedni a közönségnek, de azért a nagy magja azért a megszokott táncainkból tevődik össze. Bence, te mióta táncolsz, és mit szeretsz magában a néptáncban? Én elsős koromban kezdhettem a táncot, az így 7-8 évet jelenthet. Nagyon szeretem, a közösség az nagyon összetartó, és nagyon szeretek mozogni, szóval nagyon élvezek ott táncolni. Most egy viseletben érkeztél, mit lehet elmondani erről az öltözékről, és egyáltalán mondd el azt, hogy milyen most így hosszú idő után felhúzni, hiszen nem voltak mostanában próbáitok. Nagyon örülök, hogy végre felhúzhattam, és kiderült, hogy néhány dolgot cserélni is kell benne. A viselet teljesen átlagos viselet, egy csizma, csizmanadrág, paraszting, egy fekete mellény és egy kalap. Azt mindig meghatározzátok, hogy melyik tánchoz milyen ruha illik, hogyan állítjátok össze, hogy ki miben lép fel egy fellépéskor például? A öltözés szempontjából a lányokon van a főbb hangsúly.
Ugye az ő viseltük a sokkal díszítettebb, sokkal színesebb, sokkal változatosabb. A fiúk inkább a táncukkal színesítik az egész dolgot. A férfi viseletek azok nem annyira színpompásak és változatosak. Persze azért vannak különbségek és különlegességek. Általában ez a megszokott viselet. Ez a csizmadrág parasztink mellény. Annyi, hogy változhat a színe, változhat az anyaga, változhat a szabás mintája, vagy vannak egyedi esetek, amikor esetleg egy mellény nagyon díszítetté válik, mint például a kardaszegen, vagy esetleg bujkát húznak fel a férfiak, de a nőknek a ruházatán van inkább a főbb hangsúly. Most meg fogunk nézni egy rövid bejátszást, ami a te otthonodban készült, aztán arról beszélgetünk, hogy mit is láthatunk pontosan. Nos, hát ugye, ahogy említettem is, ez nálad készült otthon. Milyen célból táncoltál te most otthon a nappaliban? Ugye bennünket táncosokat most nagyon is érint az, hogy maradj otthon. Megszűntek a táncpróbáink, megszűntek a fellépéseink, és a profi táncosoknál is ez fokozottan érvényes. Úgyhogy a Magyar Nemzeti Tánc Együttes táncosainak a felhívására elindult egy ilyen mozgalom a Facebookon keresztül, hogy maradj otthon, legényes ez otthon. És erre történtek különböző kihívások, amire a kihívottaknak el kellett táncolniuk egy kardaszegi legényest a saját otthonukban. Hát erre a felhívásra jelentkeztem, úgymond én is. Hogyan fogadtad a felkérést? Milyen volt, amikor megtudtad, hogy neked is táncolnod kell? Hát amúgy először nagyon kedves volt, aztán elgondolkodtam, hogy a lakásban, zokniban azért a legényes mégsem olyan, mint mondjuk egy viseletben. De aztán jó, örömmel mozogtam végül is otthon. Az egész család összefogása kellett hozzá, a feleségem vette fel az anyagot, a kisfiam intézte a zenét hozzá, én pedig a legényes táncoltam. Családi vállalkozásban ment a produkció. Téged, Bence, kihívtak ebben a játékban, és mit kell róla tudnunk, te hogyan táncoltál, ha kihívtak? Igen, engem is kihívtak Komlóról, és hát én magamnak csináltam az egészet, építettem magamnak egy ilyen telefontartót, és a tévén indítottam el a legényest, és kivágtam bele a felesleges részeket. Hiányzott már a tánc? Jó volt, hogy otthon tudtál egy picit így mozogni legalább? Hát igen, hát most, hogy ugye otthon kell maradnunk, így nem bírunk annyit mozogni, és végre egy kicsit gyakorolhattam. Nagyon szépen köszönöm. Mit fogunk látni a műsor végén? Mit fog Bence táncolni? Hát úgy hozta az élet, hogy mind a ketten a kihívásra Fekete János Poncsa táncát táncoltuk, Bogár telkéről, úgyhogy most ezt a táncot fogja megmutatni a Bence, és már viseletben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan tánccal folytatjuk, most viszont egészen más jön. Az otthon töltött napok során remek lehetőség nyílik mindenki számára egy-egy jó könyv elolvasására. Most Agatha Christie egyik legismertebb művét ajánlja nézőinknek, a Szilády Áron Református Gimnázium egyik diákja. Agatha Christie 10 kicsi néger című könyvéről fogok most beszélni. A krimi királynő legkeresettebb könyve 1939. novemberében jelent meg, rögtön elsöprő sikert aratott, több mint 100 millió példányt adtak el belőle. 10 egymásnak teljesen ismeretlen ember meghívást kap egy pazar villába, egy elhagyatott szigetre, amit a helyiek csak néger szigetnek neveznek, a sziklák néger fejhez hasonlító alakja miatt. A villa titokzatos tulajdonosáról senki sem tud semmit, mégis különböző pletykák keringenek róla. A vendégek reménykedve és örömmel érkeznek meg a szigetre, mégis mindegyikük lelkében valamilyen sötét titokkal, amit legszívesebben elfelejtenének. A felhőtlennek ígérkező napokat a félelem és a rettegés kezdi beárnyékolni. A szalonban lévő asztalról a 10 néger figurából minden nap eltűnik egy, és minden nap meghal valaki. A kérdés, hogy vajon hányan jutnak ki élve? Ki a titokzatos tulajdonos, és miért hívta őket ide? És miért retteg annyira mindenki?
Számomra egy hatalmas élmény volt az a könyv. Igazából egy éve kezdtem el krimiket olvasni, ez volt az egyik első, amit olvastam. Annak ajánlom, aki szereti a szellemileg is aktív olvasást, a rejtélyek kibogozását, hiszen az írónő az utolsó lapokig feszíti a húrt, végig másra tereli a gyanút, és mindenkinek van alibije. Kedves nézőink, véget ért mai Kultúrkép magazinunk. Zárásként, mint azt már említettük, Ábrahám Bence néptánc produkcióját láthatják. Ha tehetik, kérem tartsanak velünk egy hét múlva is. A legfontosabb, hogy mindenki maradjon otthon, és nagyon vigyázzanak magukra. Viszontlátásra! A műsor dekorációját a Borvirág Szalon készítette.